Ha az embernek az egyetlen eszköze kalapács, akkor hajlamos minden szögnek nézni. Miről szól ez az Abraham Maslow féle nagyon bölcs gondolat? Hogyha az ember úgy áll hozzá, hogy a paradigmáin keresztül nézi a világot, és azt mondja, hogy minden férfi szemétláda, minden nő, nem tudom ki, hogyan fejezné be ezt a gondolatot, akkor nagyon nehéz lesz bárkinek is bizonyítani a számára az ellenkezőjét. Hogyha azt gondolod, hogy neked semmi sem sikerül, ha azt gondolod, hogy az élet egy szívás, akkor természetesen minden szögnek fogsz nézni, és minden ember viselkedése, minden szituáció ezt fogja benned megerősíteni. Arra biztatlak hát, hogy kezd el egy kicsit más szemüvegen keresztül nézni a világot. Kezd el úgy nézni, mintha lennének lehetőségek, és nem minden csak szög lenne, nem mindenki csak rosszat akarna neked, és nem csak szívás lenne az élet, hanem lennének benne lehetőségek is. Természetesen rengeteg rossz van az életben. Vannak tragédiák, van halál, van éhezés, van szegénység, de van rengeteg lehetőség, és sokkal többet süt a nap, mint amennyi tornádó van a világon. Arra biztatlak, hogy nézd egy kicsit optimistában a világot, természetesen azzal együtt, hogy légy óvatos, nézd a lehetőségeket, keresd azt, hogy mi az, amiben megvalósítatod, megélheted a saját gyönyörű lehetőségeidet, az életedet, kihozhatod belőle mindazt, ami benne van. Örülök, hogy megnézted ezt a videómat, remélem tetszett, ha igen, akkor oszd meg a barátaiddal, illetve arra biztatlak, hogy iratkozz fel a csatornámra, hogy első között értesülhess az új videókról. Kívánom, hogy rengeteg fejlődést hozzanak ezek a gondolatok az életedben, a következő videóban találkozunk.